Kolozsvár színházi életét 8 évtizeden át a Farkas utcában 1821-ben megnyitott színház határozta meg. Legendás művészek léptek itt színpadra. Jancsó Pál, Dériné Széppataki Róza, Megyeri Károly, Egressy Gábor. Később Jászai Mari, Ecsedi Kovács Gyula, Szent Györgyi István. Az épületet azonban 1903-ban tűzveszélyesnek nyilvánították. A város új színház építését határozta el, melyet a bécsi Fellner és Helmer cég tervezett. A színház első előadásán 1906. szeptember 8-án Janovics Jenő igazgató Herceg Ferenc színházavató játékában maga is színpadra lépett, és biztosította közönségét, hogy a hagyományok szellemében folytatja tevékenységét. Magyar színpadnak, magyar színésznek csak egy hivatása lehet: követni a megszentelt hagyományokat, írta Herceg Ferenc. Janovics színészi, rendezői és irodalmi tevékenységével a kolozsvári színházat országos jelentőségű intézménnyé emelte. Kiváló erőkből szervezett társulatával klasszikus ciklusokat, magyar drámatörténeti ciklust rendezett, számos kortárs európai szerző művét vitte szírre. Janovics nem csak a színházban foglalkoztatta együttesének tagjait. Az 1910-es években saját vállalkozásában nagy sikerű produkciókat forgatott. Amikor az első világháború végén, 1918-ban a román csapatok bevonultak Kolozsvárra, a színtársulat nem menekült el, nagy nehézségek árán folytatták az előadásokat. A helyzetet jól jellemzi Janovics 1918. december 26-án született naplóbejegyzése. A karácsonyi ünnepekre kitűzött előadásokat megtarthattuk. Közönség nincsen délután, sem este. A színészek lélektelenül, csüggetten járnak, kelnek, kóvályognak a színpadon. A színfalak között egymásra néznek, és hangtalanul sírnak. Biztatom őket, ha megszakad is a szívük, játszani kell, mert ha önként zárjuk be a színházat, a megszállók lefoglalják, mint üres helyiséget, s katonákat telepítenek be. Vérző szívvel kell mókázni az üres széksorok előtt. A megszálló hatóság 1919. szeptember 16-án közölte az igazgatóval, hogy október 1-én államosítják az épületet, s ha Janovics leteszi a hűségesküt, igazgatója lehet az új román társulatnak. Janovics erre nem volt hajlandó, s a színházat sem adta át önként. A búcsú előadásra 1919. szeptember 30-án került sor. William Shakespeare Hamlet című művét adta elő a társulat. A megszálló hatalom azonban félt attól, hogy a klasszikus tragédia szellemisége erőt ad a megalázott kolozsvári magyar polgároknak. Janovics Jenő volt Hamlet. Az akkori cenzúra a nagy monológot kihúzta, csak azt hagyta meg benne, hogy lenni, vagy nem lenni, ez itt a kérdés. A cenzura a Fortinbras győzelmi bejelenetét is kihúzta. Az előadás úgy végződött, hogy a Hamlet, a haldokló Hamlet, Janovics Laertész karjai között a következő szöveget mondta: én meghalok, te élsz, győzd meg felőlem a kétkedőket. Az előadás legemlékezetesebb pillanatát a címszereplő, Janovics Jenő így idézte fel. Következett a nagy monológ, és én elfelejtettem mindazt, amit tudós dramaturgiai professzoraimtól hallottam a Színi Akadémián, hogy ez a monológ önmagát marcangoló, magába mélyedő elmélkedés. Kiállottam a súgójuk elé, a nézőtér felé harsogva a kérdést. Lenni vagy nem lenni? Az itt a kérdés.
Pillanatnyi megdöbbent némaság után fergetekként robbantak ki a szenvedélyek. A karzatról lenyilalló éles női hang törte meg először a halálos csendet. Élni akarunk! És utána 2000 torok dörögte, harsogta felszabadultan, újjongva, reménykedően. Élni akarunk! 20 évvel később Tárai Ferenc is elmondta emlékeit. A nagy monológ után sírás, tüntetés, nézőtéri incidensek, a színpadon könnyező, beszélni alig tudó színészek. Megrázó élmény volt, de már nem rendes előadás. Amikor összecsapódott a függöny, a közönség a helyén maradt. Román katonaságot vezényeltek be a színházba, és az verte ki onnan a gyászoló magyar közönséget. Rögzítette a Magyar Székely Egyesület 1922-ben kiadott összefoglalója. Amikor a második bécsi döntés után 1941 őszén ismét megnyitotta kapuit a Kolozsvári Nemzeti Színház, az ünnepélyes díszelőadás a Hamlettel kezdődött. A nagy monológtól adták elő Shakespeare tragédiáját, arra emlékeztetve az ünneplő közönséget, hogy 22 éve, 1919-ben ennél a jelenetnél percekre félbeszakadt az előadás.